Köszönöm szépen a meghívást. Tehát, azt hiszem, hogy nem ilyen címet adtam le, hanem a cenzúra miatt lett egy ilyen cím. Tehát valami olyasmit adtam le, hogy sebességfüggő folyamatok anyagfizikában, anyagtudományban. Tulajdonképpen ugye, amikor a szervezők kérdezték, akkor gondoltam, hogy akkor néhány olyan sebességfüggő folyamatról beszélnénk, amiket itt a kollégákkal, illetve a úgynevezett TDK hallgatókkal, tehát tudományos diákköri hallgatókkal együtt megnéztünk. Tehát néhány ilyen folyamatról akkor beszélnék. Először is azért szeretném hangsúlyozni, hogy minden folyamat, a sebességfüggő folyamat az atomok diffúziója miatt. Tehát nagyjából arról van szó, csak röviden, hogy ugye, hogyha egy atom valamilyen környezetben van, és egy másik helyre szeretnénk átpakolni, ehhez valamikor a munkát kellene elvégezni. Ezt a munkát tulajdonképpen úgynevezett hőfluktuációból, tehát úgynevezett aktiválási, termikus aktiválás útján is kaphatja az atom, és átkerülhet egy másik helyre. Tehát a Boltzmann statisztika szerint, tehát egy ilyen helyzetben ahhoz, hogy tehát egy atom az kaphat a hőfluktuációtól egy ilyen Q aktiválási energia, egy T-hőmérsékleten, egy ilyen E-Q/kT mennyisége arányos valószínűséget, tehát egy ilyen valószínűséget átugorhat, kaphat egy akkora energiát, és átugrik egy másik helyre. Ugye, ha azt hiszem, hogy így az aktiválási vagy a diffúziós energia, az világos, van ez a K paraméter, nem biztos, hogy mindenkinek világos. Ez egy állandó, úgymond nevezett Boltzmann állandó, annak az értéke az itt van. 1,38 fokozat 10-23 joule per Kelvin. T az abszolút hőmérséklet, tehát nem Celsius, hanem Kelvinben kell nézni. Hát a szobahőmérséklet általában azt veszük, hogy 300 Kelvin, tehát 27 Celsius fok. Tehát szobahőmérsékleten nézve például ez a KT mennyiség, ami eléggé fontos valami. Tehát ez a KT mennyiség, tehát úgy kell képzelni, hogy van egy gázrendszerünk, akkor a gáz részecskéknek van valami átlagos sebességük. Az átlagos sebesség általában az ezzel a KT mennyiséggel arányos. A KT mennyiség, tehát ide fölírtam, tehát hogyha a K meg a T szobahőmérsékletet írjuk ide be, akkor 4,14 × 10⁻²⁰ joule értékű. Tehát ezt az energiát, ugye ezt a 10⁻⁻ kitevőt, az nagyon nehéz kimondani, és akkor nem olyan szép, hanem egyszerűen tudományban az elektronvolt méter egységben szokták megadni. Az elektronvolt az a munka, amit az elektromos tér, az egy elektront egyik helyről a másik helyre átviszi állandó sebességgel, tehát amely két pont közötti feszültség az egy volt, tehát egy voltos távolságon lehetne így képzelni. Tehát egy elektronvolt, hogyha visszamenőleg nézzük, tehát elektronnak a töltését azt tudjuk, egy szorozva egy volttal, akkor az egy elektronvolt az 1,69 × 10⁻⁹ joule. Jó? Tehát ebből jön ki az, hogy KT, tehát szobahőmérsékleten az mennyi lehet a KT mennyiség. Ha azt megnézzük, akkor alumínium esetében például, tehát amikor egy alumínium egy rácsában, saját rácsában, egyik helyről, a következő szomszédos rácspontba átugrana, akkor ehhez ez egy 1,35 elektronvolt szükséges. A vas esetében kicsit nehezebb a diffúzió. Aztán a ragasztóanyag esetében vagy a gyurma, tehát ilyen anyagok általában ilyen nagy molekulákból álló valami szerkezet, amilyen molekulák között vannak ilyen kapcsolódási pontok, tehát például a sok ragasztó anyagban, ugye nagy molekulák vannak, molekulák között vannak ilyen hidrogén-hidrogén kötések, tehát egy ilyen kötésre jellemzően egy ilyen 0,4 elektronvolt
energia, tehát ez azt jelenti, hogy tehát elég kicsi ez a mennyiség, tehát nagyon könnyen tudnak fölszakadni, illetve újra kapcsolódni tudnak. Tehát ha egy ilyen aktiválási energiát tekintünk, azt lehet látni például, hogyha egy műanyagot, tehát ragasztó szalagot nézünk. Tehát azt lehet látni, hogy ragasztó szalagot, itt hoztam egy pár ilyen szalagot, azt meg lehet nézni. Tehát hogyha letépjük, de hogyha fölmelegítjük az egészet mondjuk 20 fokra, vagy 20 fokkal, tehát mondjuk szobahőmérsékletről, tehát 27 fokról 47 fokra, 320 Kelvinre, akkor az a tapasztalat, hogy nagyon lazábban, tehát jobban lehet látni, tehát jobban lehet lehúzni, tehát vagy mondanék egy másik példát, inkább a mézet például, tehát a mézet megnézi az ember, beledug az ember egy kanalat a méz üvegbe, kihúzza valamikor a sebességet, érez valamikor ad erőt, de hogyha ezt az egészet mondjuk 40 fokra fölmelegítjük, akkor lehet érezni, hogy ugyanolyan sebességek sokkal könnyebben tudjuk kihúzni. Tehát ez egyszerűen csak arról van szó, hogy ilyenkor tehát a diffúziónak a valószínűsége, tehát 300 fokon, illetve 320 fokra beírjuk, akkor azt lehet látni, hogy a P2, tehát a 320 fokon bekövetkező ugrálásoknak a valószínűsége az a 2,5-szörösen nagyobb, mint a 300 fokon a tapasztalattól érték, tehát ezért sokkal könnyebben szakadt föl a kapcsolódás. No, tehát ezek szerint akkor nézzünk egy pár, ezek után akkor nézzünk egy pár ilyen sebességfüggő folyamatot, tehát először is, hát odaírtam egy kedvenc játékunk, tehát nem tudom, hogy kinek mennyire kedvenc, de azt hiszem, hogy szinte mindenki legalábbis hallott már erről. Van itt nem reklám, úgyhogy csak a gyúlmát mutatom. Tehát, ugye ennek ez a neve, hogy intelligens gyúrma, tehát sok minden dolgot tud, tehát világít a sötétben, aztán a szintváltó tulajdonsága van, meg mágneses tulajdonsága, stb. Most ezektől eltekintve, most csak a mechanikai tulajdonságot nézzük például, tehát azt gondolom, ha akinek a kezében már került egy ilyen gyurma, az biztos, hogy megnézi már, hogy húzza. Tehát ezt, tehát ugyanez saját kezűleg deformáltam. Tehát egy ekkora darabot, hogyha az ember nagyon lassan húzza, akkor folyik. Hát egyszerűen csak nyúlik. De hogyha azt csinálja az ember, hogy megfogja, hogy nagyon gyorsan húzza, akkor ugye az előző esetben, tehát ezt a szót még nem mondtam, hogy szuperképlékenyen deformálódik, tehát az általában arról van szó, hogy amikor az eredeti hossznak a mondjuk duplájára nő a deformáció, tehát a alakváltozási mérték, tehát amikor azt mondjuk, hogy 100%-osan, hogy annál nagyobb a alakváltozás elérhető, akkor azt mondjuk, az anyag szuperképlékenyen deformálódik, tehát lassan húzva, lassan deformálva, az szuperképlékenyen deformálódik, viszont hogyha nagyon gyorsan húzzuk, deformáljuk, akkor egyszerűen csak pip, törik. Tehát ezt meg lehet nézni, tehát itt egy kicsit homályos, de hogyha megnézi az ember ezt a törett felületet, akkor ez a törett felület az eléggé hasonlít a porcelán cuccoknál, tehát amikor törik, tehát ezért is ezt mondjuk, hogy egy rideg törés, tehát amikor tulajdonképpen semmi plasztikus alakváltozás nem jön közbe. Tehát így. No, tehát nagyjából azt lehet látni, hogy intelligens gyurmák esetében, intelligens gyurma az egy tipikus, egy olyan anyag, aminél a deformációs folyamat az nagyon erős sebesség függő, tehát itt ezt a tulajdonságot azzal lehet magyarázni nagyon gyorsan, hogy a intelligens gyurmák esetében tehát megint óriás molekulák vannak, amelyek között ilyen bor, tehát B
kapcsolódások vannak, amelyek nagyon lazák, tehát mint ahogy említettem a ragasztószalagoknál, a hidrogén-hidrogén, itt meg a bor-bor a kapcsolódása nagyon gyenge, tehát attól függően, hogy milyen sebességgel deformáljuk, tehát ezek a mechanikai munkával szétszakítjuk a kapcsolódásokat, de a nagy diffúzió, a gyors diffúzióval, akkor kapcsolódások azok vissza tudnak állni, tehát az anyag az tud deformálódni nagy mértékben, de viszont, hogyha gyorsan deformáljuk, akkor nincs ideje a visszakapcsolódásnak, egyszerűen pip, eltörik. No, hát itt csak úgy ezt a 4-5 mondatot úgy benéztem az internetbe, és akkor láttam, hogy van egy ilyen szöveg, akkor kiírom, tehát azt mondják, hogy intelligens gyurma, különleges anyag, ami nyúlik, pattan, stb. Tehát ilyen dolgokat meg lehetne nézni, tehát tényleg, hogyha az ember kicsit egy gombocot, egy ilyen gömböt formáz, és akkor elengedi, akkor pattan, mint a gumi. Az már nem mond biztos, hogy szakad, mint a, vagy a patta törik, mint a porcelán. Már úgy értem, hogy ajánlják azt, hogy kalapácsat ütjük. Nem mond biztos. Tehát, és oda kell figyelni, mert akkor lehet, hogy ott pont szemünkbe pattan, és nem biztos, hogy törik. Jó, csak... No, hát ezek után a fémes ötvözeteknek a szuperkérülékenységéről szeretnék egy pár szót mondani. Először is azt kell említeni, hogy a szokásos polikristályos anyagok esetében, tehát amikor a szemcseméret az nagy, tehát ez itt egy ilyen alumínium cink-magnézium rész mintának a mikroszerkezete, vagy szövetszerkezete, tehát itt látunk ilyen tartományok. Egy-egy ilyen tartomány az egy kristály, tehát az egyes tartományok egy-egy kristályok, de egyes tartományok, egyes kristályok azok más, különböző orientációban állnak egymáshoz, és ezért keletkeznek ezek az úgynevezett szemcsehatárok. No, tehát egy ilyen durva szemcsés anyag esetében, tehát amikor a szemcseméret ilyen 50-300, tehát ez egy szokásos mikrométer, akkor egy ilyen anyag esetében még az széles deformációs sebesség tartományban, illetve deformációs hőmérséklet tartományban sem nagyon tudjuk elérni a nagy képlékenységet, a nagy alakíthatóságát. Általában ilyen 5-30%-os alakváltozás elérhető. Viszont, hogy ha anyagnak a szemcsehatárát finom, tehát úgynevezett finom szemcsés anyagok esetében. Tehát finom szemcsés anyagok esetében, hogy ez sokféleképpen lehet az anyagnak a szemcsés szerkezetét finomítani. Itt látunk egy ilyen mikroszerkezetet, ez egy ugyanolyan ilyen anyagú, tehát alumínium cink-magnézium rész, csak ebben van még egy kis cirkónium. Tehát a cirkónium azt csinálja, hogy amikor az egész olvadék állapotban van és kicsit lehűl, akkor a cirkónium alatt nagyon gyorsan tud kiválásokat képezni alumíniummal. Tehát ezek az úgynevezett cirkónium, alumínium cirkon kiválások azok a kialakuló szerkezetben a szemcsehatárokból kiülnek és gátolják a szemcsenövekedést. Tehát ennek a hatására a nagyon finom szemcseszerkezet jön ki, tehát itt tudom én, azt hiszem, hogy itt átlag szemcseméret egy ilyen 8 mikronos, tehát amikor átlag szemcse kisebb, mint 10 mikron, most csak egy ilyen általános megjegyzés, akkor egy ilyen anyag esetében megfelelő magas hőmérsékleten mérve, tehát amikor a diffúziós folyamat az biztosítva van, akkor ez a folyamat, tehát egy ilyen körülmények között megfelelő deformációs sebességgel, tehát megfelelő deformációs sebességgel, tehát itt is ezen van a hangsúly, akkor nagy alakíthatóság elérhető. Itt mutatom ezt a
fényképet, amit még 20-valahány év ezelőtt a publikáltunk. Tehát ez az alumínium cinkmagnézium cirkon, tehát ilyen anyag volt, tehát majdnem 300%-ig lehetett meghúzni. Megmondom szintén, hőmérséklet olyan 400-450 fokon volt, de sebességet már nem néztem, de sebességtől függően nagyon erősen, tehát hogyha nagyon gyorsan húzzuk, vagy túl lassan húzzuk, akkor nem tudjuk elérni a szuperképlékenységet. Igen. No, akkor ezek után röviden a fémes anyagok esetében a szuperképlékenységnek az alapmechanizmusáról, tehát ez az alapmechanizmus, ez úgynevezett szemcsel határcsúszás, tehát ez nagyon lényeges, hogy sok szemcsel határ legyen, tehát ezért van az, hogy csak finom szemcsés anyagok esetében tudjuk elérni. Tehát a szemcsel határcsúszást nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy itt van egy SB és Vera által kidolgozott modell, ezt a modellt, ez nagyjából eléggé elfogadott modell a anyagfizikában, amely szerint, tehát hogyha egy ilyen ideális, ilyen hatszögű szemcseméretekből álló anyag esetében, hogyha nézünk egy ilyen négy szemcséből álló alakzatot, ugye, tehát, és ezt az alakzatot, tehát a függőleges feszültséggel meghúzzuk, akkor azt történik, hogy egy ilyen húzás irányában akkor nyúlik, az anyag egyszerű húzás irányára merőlegesen, akkor van egy úgynevezett harán összehúzódás. Tehát ez a kettő deformáció van, amit itt láthatunk, tehát hogyha nézzük ezt a négy ABCD szemcsét, akkor A-s, a B szemcsét esetében ez az úgynevezett, ez a matrix, tehát a szemcsén belül térrészt, az a matrixnak szokták nevezni, van a matrix, meg van a szemcse határ, tehát az deformálódik, tehát maradjunk abban, hogy mondjuk van a mechanikai, a feszültség besegíti a diffúziót, tehát a C és a D esetében tehát összehúzódás van. Na most ebben a rendszerben az nagyon erős a szemcse határdiffúzió. Tehát most ebben nem mennék bele, de általában egy adott anyag esetében nem mindegy, hogy hol nézzük a diffúziós folyamatot, általában a határ esetében, tehát a szemcse határokban kicsit más az atomoknak a úgy mondjuk, hogy állása, szerkezete, tehát könnyebben tud ott bekövekezni a diffúzió, tehát itt erős diffúziós folyamatok mennek végbe. Tehát nagyon lényeges, hogy valahogy, ugye, hogyha semmi nem történik, akkor ez a A és a B szemcse az szétesne. Tehát, de megfelelő diffúziós folyamatok mellett akkor tudjuk biztosítani itt az anyagnak a folytonosságát, tehát megfelelő sebesség meg mellett, tehát egy ilyen szerkezet ugye ideális esetben az tud ilyen alakzatba átalakulni. Tehát hogyha ennek a hosszát megnézzük, akkor körülbelül egy ilyen 60%-os megnyúlást jelentene. És itt az a hangsúly, hogy a szemcse határcsúszás és a megfelelő diffúzióval megy ez a folyamat. No, tehát ez az elméleti, a kísérletileg, hogy is megnéztük, mi is szintén anno, tehát az ember, hogyha egy ilyen minta esetében egy deformáció után a törett felületet berakja az hát úgynevezett pásztázó elektromikroszkopba. Tehát a pásztázó elektromikroszkopban, tehát amikor beletesszük a mintát, akkor ugye a gép azt csinálja, hogy az elektronnyalábot bocsájt ki, és az visszaverődik, tehát abból egy képet lehet alakítani, tehát elég nagy felbontásban. Tehát egy ilyen felvétel azt mutatja például, tehát az üregek, tehát ahol
törik az anyag, az inkább a szemcsehatárok mentén keletkezik, tehát nagyjából ez egy ilyen közvetett a bizonyíték arra, hogy a szemcsehatár csúszással megy a folyamat. Újabban ezt a szemcsehatár csúszási mechanizmust próbáltuk közvetlen módon is megnézni. Tehát hogyan? Tehát körülbelül 10 év ezelőtt, tehát itt az egyetemen vettünk egy, hát szerintem még most is elég szuper ez az új scanning elektromikroszkóp, tehát a pásztázó elektromikroszkóp, tehát ami több funkciós, tehát több dolgot lehet csinálni. Az egyik funkciója az, hogy ionnyalábbal lehet faragni anyagot, tehát és nagyon finom mértékben, tehát nanos mértékben. A következő csináltuk, hogy van egy eredet, tehát egy nagyon finom szemcsés szerkezetünk. Tehát ezen faragtunk ilyen kis mikrooszlopokat, tehát úgy szokták mondani, hogy mikropilár. Tehát így csak próbáltam itt érzékeltetni a faragási folyamatot, tehát ugye először bejelölnek egy területet, utána akkor be lehet tenni a számítógépen, hogy mikor, hogy csinálják, és mikor, mekkora ion árammart kell csinálni, tehát hogy ne sértsük meg az anyagot. És akkor ez alumínium-cink. Ez alumínium-cink, tehát és tehát például ilyen 3 mikron átmérőjű 10 mikron magas oszlopokat. A hajszál. A hajszál az szerintem olyan 50-70 mikronos. Tehát ez vékonyabb, mint a hajszál. Tehát itt már nem azt mondjuk, a hajszálon múlik, még azon túl is megy más. Tehát jó, tehát ilyen mikropilárokat alakítottunk, és utána alkalmaztuk az úgynevezett mikroösszenyomást. Tehát a mikroösszenyomás alkalmazásához egy másik berendezéssel, tehát a mélységérzékeny benyomódás berendezéssel nyomtuk össze. Tehát tulajdonképpen itt van a berendezés, itt van a nyomófaj, tehát ez nyomófajt majd később erről is beszélnék, ott nyomófajt később egy ilyen hegyes, de ez egy ilyen lapított, tehát ez egyébként nagyon kemény anyagból van, tehát gyémántból van, tehát csak úgy, hogy lehessen érzékelni ennek az értékét, tehát egy ilyen nyomófajet mondjuk az majdnem 2000 euróba került. Tehát úgy csinálják, hogy a gyémántból csiszolják, csinálnak egy kup alakú fejet, és akkor a kup fejet pedig utána nyesik. Tehát csiszolják még másik irányban, és ezért, hogyha csak a hegyes fejet akarja az ember, ott olcsó, de ha egy ilyen lapított fejet rendelünk, akkor drágább. Tehát, no, hát ezzel akkor lehet összenyomni a pilárt, tehát még pedig ugye ide írtam ezt az F-et, tehát valamikor erővel, de ez úgy megy, hogy az erőt lineárisan növeljük időfüggvényében. Tehát, és attól függően, hogy milyen erősebességgel nyomjuk, akkor tulajdonképpen beállítjuk a deformációs sebességet is. Hogyha nagyon gyorsan növeljük az erőt, akkor gyorsan is deformáljuk. No, tehát megfelelő sebesség mellett, tehát ezt összenyomjuk, és utána visszarakja az ember az egészet, hogy hívják, a scanning, tehát a pásztázó elektromikroszkópba, és megnézi az összenyomott pilárnak a felületének a morfológiáját, tehát itt ez így néz ki, itt nagy itt van, itt lehet látni, hogy a
Tehát ennek a anyagnak a szemcsejmérete egy ilyen 300-400 nanos, tehát most nem nagyon mentem bele a részletekbe, de abban még egy olyan elmélet, hogy minél jobban tudjuk lecsökkenteni a szemcsejméretet, akkor ezzel a szuperképékeny deformációhoz szükséges hőmérsékletet is tudjuk lejjebb húzni. Tehát könnyebben diffundál, és nem kell olyan magas hőmérséklet. Tehát nyilvánvaló most még nincs ipari alkalmazás, de ebből próbálnak majd, tehát hogy hogyan lehet a anyagtakarékosabb módban is deformálni az anyagokat. Tehát visszatérve ide, tehát itt lehet látni, hogy a szemcsék azok csúszkálnak, tehát lehet látni, ezek a szemcsék tulajdonképpen megtartják az alapjukat deformáció közben, és hogyha nézi az ember, akkor ezek a szemcsék, tehát ezek ilyen gyűrűszerűen is állnak ki, tehát egyik réteg kijebb, másik réteg bejebb, stb. Tehát ez nagyjából ez eléggé meggyőzően mutatja a szemcsehatáz csúszás mechanizmus. Ami... Hogy? Milyen vastag réteg? Ez egy, hogy hívják, ilyen 3-400 nanos. 3-400 nanos. Ez 600 nanos, igen. No, jó, akkor ezek után nézzük egy másik sebességfüggő folyamatot, a plasztikus instabilitást, tehát ami főleg a ötvözetekben található, és egy-egy alapjelenség az anyagfizikában, és ebben a jelenségben nagy szerepet játszik a ötvöző atomoknak a diffúziója. Csak ha még mielőtt erről beszélnék, akkor egy kicsit az alapokra, egy pár ilyen alapfogalmat akkor megnézünk, jó? Tehát arról van szó, hogyha ejtengelyűleg meghúzunk egy mintát, tehát itt látok egy mintát, tehát ilyen hengeres mintát például, tehát egy mondjuk L0 kezdő a hosszúságú, A0 kezdő keresztmetszetű mintát meghúzunk állandó sebességgel, és valami T-idő pillanatban éppen az F erőre van szükség, akkor definiálhatjuk itt a deformációs folyamatnak a feszültségét, ezt a szigmát, az tulajdonképpen az elosztjuk ezt az erőt a keresztmetszettel, tehát az keresztmetszet egységi felületére vonatkozó erőt jelenti ezt, illetve a deformációt is definiálhatjuk, ez a epsilon az ln, tehát a természet alapú logaritmusot l per l nullának, tehát l aktuális hossz, l nulla kezdő hossz. Ugye nagyon sokszor, tehát ez lehet, hogy nem mindenkinek ismerős, ezt a deformációt valódi deformációnak is szokták nevezni, vagy logaritmikus deformáció. A mérnökök szokták az úgynevezett mérnöki vagy százalékos deformációt, amikor egyszerűen csak a delta L-et, tehát ott meggyúlás, elosztjuk a kezdő hosszal, és akkor szorozzuk százal. No, tehát ilyen mennyiségeket egymásnak a függvényében rajzolva, akkor kapjuk itt a deformációs görbét, tehát például, ha feszültséget rajzoljuk a deformáció függvényében, akkor ugye ez a görbe, a sigma epsilon görbe, amíg a deformáció folyamat stabil, tehát nem törik, nem fűződik még be a minta, az is körülbelül így néz ki. Bocsánat. Tehát az a lényeg, hogy itt kettő tartomány tapasztalható van, ez a kezdő tartomány, kisebb deformációk mellett, tehát amikor a feszültség és deformáció az szinte egyenesen arányos egymással. És tehát elérünk itt a vége ennek a rugalmas, ezt a tartományt rugalmas deformációnak, deformációs tartománynak is szokták nevezni. Tehát ez csak az jelenti, hogy ha ebben a tartományban maradunk, tehát hogyha még valahogy deformáljuk az anyagot, és még ebben a tartományban abba hagyjuk, tehát megszüntetjük a külső erőt, akkor az erő az, vagy a minta az visszahúzódik. Tehát ebben a tartományban rugalmasan
deformálódik az anyag, mint egy gumicső, de hát hogyha a külső erő megszűnése után visszanyeri az eredeti alakját. No, hát ez a tartomány az eltart egy úgynevezett folyás határig. A folyás határ után a szigma y görben már így inkább kanyarodik, tehát ez úgynevezett maradandó alakváltozási tartományt, másképpen képlikeny vagy plasztikus deformáció tartományának szokták nevezni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha már ebben a tartományban vagyunk, megszüntetjük a külső erőt, kiveszik a mintát, akkor már deformálódik, tehát nem áll vissza. Tehát ugye a folyáshatár, illetve a képlikeny deformáció tartománynak a bekövetkezése általában azzal függ össze, hogy az anyagban vannak úgynevezett vonalhibák, tehát rács vonalhibák, úgynevezett diszlokációk, amelyek, hogyha elmozdulnak, akkor, tehát nagy számban, akkor maradandó alakváltozás bekövetkezik. Csak megmutatnám, tehát hogy legyen egy kis fogalmunk, hogy mi az, hogy diszlokáció, tehát rácsbeli vonalhiba, vagy vonalrácsiba. Tehát a diszlokációt, ugye ez a képlékeny deformációnak a közvetítője, a diszlokációt úgy lehet elképzelni, hogy van itt egy rácsunk, tehát ugye ez már nem egy kristály, tehát hogyha nem lenne ez a fél sík, akkor az egész periodikusan áll az egész, tehát azt mondjuk, hogy van egy kristályunk. Tehát, hogyha nem lenne ez, és most beleszúrnánk ezt a félsíkot ide, akkor tehát ez a félsík, ez egy hibát jelentene egy kristályhoz képest. Tehát ezt a beszúrás úgy lehetne képzelni, tehát ez is ez egy másik kép, tehát az internetről vettem le, tehát úgy lehet képzelni, hogyha van egy papírkötegünk, hát itt a közér, akkor beleszúrnánk egy fél lapot, akkor kapunk itt egy ilyen félsíkot. No, tehát ezzel tulajdonképpen kapunk itt egy diszlokációt. Itt ez, a diszlokációnak a vonalát, ez a kék vonal mutatja tulajdonképpen itt ezen helyen a tábla, vagy a ernyőre merülegesen megy be. És ez a diszlokáció, ez a félsík, az könnyen tud mozogni erre a félsíkra merőleges, ez úgynevezett csúszási síkon. Tehát, hogyha ez elmozog, például, megmutatom ezt az animációt, tehát amelyen egy diszlokáció mozgást tudunk érzékelni. Tehát itt van egy kristályt látsunk, tehát itt ezzel a két ilyen lappal nyomjuk a kristályt, deformáljuk, azt mondjuk másképpen, hogy nyírjuk. Ugye? Megnézzük, hogy ha nyírjuk, akkor azt nem tudom, hogy kell, itt lehet leállítani, csak egy pillanatra leállítottam. Tehát a külső erővel bevisszük, tehát akkor tudtunk kialakítani egy diszlokációt, és utána ez a diszlokáció, ez itt mozog tovább. Jó? Tehát a diszlokáció mozgással akkor láttuk, hogy így a nyírásnak a végén akkor ez a két, tehát az anyagnak a két térrésze eltér egymáshoz. Tehát tulajdonképpen úgy is lehetett volna csinálni, illetve lehetne elméletileg, hogy nagy erővel megnyomjuk az egészet, és akkor az egész. Tehát minden rács kapcsolat, mindegyik kapcsolat elmozdul. Tehát ilyenkor sokkal nagyobb erőre lenne szükség elméletileg. Tehát a diszlokáció mozgás tulajdonképpen úgy is el lehet képzelni ennek a hatását, mint amikor ugye van egy hosszú szőnyeg, és a szőnyeget szeretnénk kicsit arrébb tenni, akkor mit csinálja az ember? Megfogja az egyik végét, kicsit felemelje, rázott egyet, és akkor ilyen hullámosan egyes részein arrébb megy.
Tehát ilyenkor nem kell húzni az egészet nagy erővel, hanem egy kis diszlokáció indításával, kisebb munkával tudjuk arrébb tenni. No, tehát kicsit visszatérnék ide, tehát ugye említettem, hogy a képlékeny deformáció megindulással az tulajdonképpen az a függ össze, hogy a diszlokációk általában minden anyagban nagyon sok diszlokáció van, nagyon kevés olyan anyag van, amiben diszlokáció nincsen, diszlokáció mentes, tehát ez nagyon különleges. Tehát ilyen szilícium lapokat, tehát nagyon nagy gondossággal, extra körülmények között gyártják, akkor is lehetne. Tehát a képlékeny deformáció az a megindítása, vagy indulása az függ azzal, hogy a diszlokációk könnyen tudnak mozogni, vagy nem. Tehát a folyás határnak a értéke az ezzel függ össze. Márpedig, ugye, amikor egy anyagot, tehát egy mondjuk egy fémes ötvözetet szeretnénk, vagy anyagot szeretnénk használni, tehát valami szerkezeti anyagként, tehát építésben, vagy autóiparban, repülőgépiparban, stb., akkor az nagyon lényeges, hogy ha lehet, akkor ne deformálódjon a használatok közben. Tehát amikor ez követelmény. Tehát az, hogy ne deformálódjon, ez azt jelenti, hogy valahogy a folyáshatár kellene megnövelni. Tehát a folyáshatárt például úgy lehetne megnövelni, hogyha az alapfémekben, nem említettem, az alapfémek úgymond tiszta fémek, tehát alumínium, de még a vas is, az nagyon gyorsan tud megfolyni. Tehát ez folyásnak szokták mondani, tehát amikor képlékenyen deformálódik, tehát valahogy a folyáshatár meg kell növelni, a diszlokációk mozgását valahogy akadályozni kell, vagy legalábbis nehezíteni. Tehát ilyenkor tehát az egyik módja ennek az egésznek például, tehát a leggyakorabb módszer az, hogy a ötvöző atomokat teszünk bele egy rendszerbe. Tehát hogyha ötvözők vannak a rendszerben, tehát ötvözők itt-ott helyezkednek, ötvözők azok mindig akadályt jelentenek a diszlokációknak a mozgásában. Tehát például, hogyha tiszta alumíniumba beleteszünk 3% magnéziumot, a tiszta alumíniumot, hogyha megnézitek itt, akkor a folyás határa, tehát ezt a részt lehetne kicsit fölnövelni, egy olyan 10-15 megapaszkál. Tehát a megapaszkál az jelenti, hogy egy megapaszkál az egy newton per egy négyzetmilliméter feszültséget jelenti. Tehát a tiszta alumíniumnak a folyás határa az nagyon kicsi, ilyen 10-15 megapaszkál, 3%-os magnézium hozzáadásával körülbelül itt van valahol folyás határa, hogy olyan 60 megapaszkálnál, tehát nyilvánvalóan itt a sem nagy érték, de azt látni, hogy 4-5-szörösére növeli a forgószilárdság növelő hatása. No, tehát ez indokolja az, hogy nem tiszta fémeket használjuk, hanem ötvözeteket kell használni már, mint alkalmazásban. Most jön akkor a plasztikus instabilitás, tehát ugye egy ilyen deformációs folyamat során, tehát maradjunk egy ilyen húzási folyamatnál, tehát általában a növekvő deformáció mellett a feszültség az mindig nő. Tehát amikor a feszültség nem nő általában, tehát vannak olyan esetek, amikor csökkenhet a feszültség, de maradjunk az általános esetben, tehát amikor csökken a feszültség, akkor általában ez csökken a alkalmazott erő, akkor általában ez az jelenti, hogy a mintán keletkezik egy nyak, tehát kisebb lesz befűződik a minta, kisebb a keresztmetszettel, és azért már csökken a alkalmazott erő ahhoz, hogy állandó sebességet tudjuk tovább húzni. Tehát az
egy stabil deformáció folyamat során a feszültség az mindig nő. Általában ez is látjuk. Tehát egy fotonos görbét lehet látni. Majdnem 100 év ezelőtt, most nem tudom, igen, 90-valahány év ezelőtt, ez a két úriember, Portevin és Châtelier, két francia kutató azt tapasztalták, hogy egy ilyen alumínium, magnézium, szilícium ötvözetű mintát húzva, akkor tehát a görbe itt nem teljesen folytonos, hogyha ezt növeljük, tehát nagyítjuk, akkor a feszültség az cikcakosan megy. Tehát nő, csökken, feszültség, esések keletkeznek, tehát ilyen delta sigma feszültség esések keletkeznek, tehát ez nem egy szórás, tehát egy mérés során akkor lehetne egy ilyen szórás, de ez nem szórás, hanem ezt már az anyag csinálja, tehát ugye ez volt az eredeti munka, amire sokat hivatkoztak. Itt mutatnám azt a mérést, amit mi csináltunk később, publikáltunk is, csak magát a görbét mutatnám, hogy ez is egy szigma feszültség, most mondjuk teljesen mindegy, hogy időfüggvényében vagy deformáció függvényében, hogy itt például az, látjátok, hogy ennél a pontnál körülbelül a 230-240 megapaszkált pontnál egyszer csak lecsökken, nagyot ugrott le, majdnem 30%-kal csökken a feszültség, és utána visszaáll, és akkor megy tovább. Tehát folytatódik ez a cicakos folyamat, és akkor itt például ismétlete magát. Tehát ezt a jelenséget plasztikus instabilitásnak hívjuk, tehát nem az jelenti, hogy nagyon instabil a folyamat, tehát a nem töréshez vezető ez a folyamat, hanem ez arra vonatkozik, hogy a deformációs folyamat során a feszültség az nem monoton növekszik. Igen. Ennek a folyamatnak az alapmechanizmusáról egy röviden szeretnék még egy pár szót, tehát nagyon lényeges, hogy ez egy sebességfüggő folyamat. Ugye a diszlokáció és a ötvöző atomok között általában normális körülmények között, tehát statikusan is van egy mindig vonzókölcsönhatás. Vonzókölcsönhatás, amikor diszlokációk mozognak, akkor egy kicsit megváltozik ez a kölcsönhatás. Kicsit bonyolult módon lehet levezetni ezt a kölcsönhatást, de az a lényeg, hogy az ebből a kölcsönhatásból származó fékező erő, ez a szigma, az úgy változik, hogy nagy deform vagy nagy átlagos diszlokációs sebesség mellett ez a V, tehát ez a szigma szinte nulla, tehát nagyon gyorsan mozog a diszlokáció, akkor megszemérzi a ötvöző atomoknak a jelenlétét. Ha nagyon kicsi, akkor is van egy érték, tehát amikor minden diszlokáció az helyben marad, tehát statikusan, akkor szétoszlik mindenre. De amikor mozognak, tehát diszlokációk úgy mozognak, hogy tehát a plasztikus deformáció során nem minden diszlokáció mozog, vannak olyanok, amelyek egy helyen maradnak, tehát a mozgásképtelen diszlokációk, úgynevezett erdő diszlokációk, meg van mozgó diszlokációk. Most a mozgó diszlokációkra vonatkozik ez az összefüggés. Ez az összefüggés, az ott van a lényeg, hogy van egy maximum érték, tehát amikor úgy mozog a diszlokáció, hogy a ötvöző atomokból származó fékező erő az a maximális. No, nyilvánvaló, amikor mozog, tehát egy ilyen deformáció folyamat során ennek a kettőnek a együttes hatását kell figyelembe vennünk. Ennek a kettőnek az együttes hatása az ilyen ennő alakú összefüggés lesz. Tehát van egy ilyen úgynevezett negatív meredekségű tartomány, és van két, tehát kisebb
sebességek esetében növekvő a sebesség mellett növekvő feszültségre van szükség, aztán nagy sebességtartományban szintén ugyanez a helyzet, de van egy tartomány, amikor növekvő a sebességhez szükséges feszültség az csökken. Tehát ez a tartomány, ez a folyamatnak a stabilitása szempontjából ez úgymond tiltott zona. Tehát ebben a tartományban nem tudna húzamosan, tehát hosszabb ideig maradni a rendszer. Tehát ez a sebességet nem tudnánk, mert ugye egy kis ingadozás miatt vagy nő, hogyha nő a sebesség, akkor már nagyon megszaladna. Tehát akkor kiszalad a másik tartományban, hogyha csökken a sebesség, akkor már inkább átmegy a másik oldalra. Tehát ez is egy bonyolult folyamat. Az a lényeg, hogy egy ilyen ennel összefüggés alapján azt meg lehet mondani, hogy ha bizonyos deformációs sebesség esetén, ugye nagyjából a mérés az úgy megy, hogy beállítunk egy deformációs sebességet, ezzel deformációs sebességgel a diszlokációk valamilyen állagos sebességgel mozognak a rendszerben. Tehát nagyjából el lehet képzelni, hogy ebben a tartományban, a tiltott tartományban, a 2-es és 4-es tartományban, hogyha úgy van beállítva a deformációs sebesség, akkor, ahogy mondtam, tehát a tiltott zona miatt a diszlokációk azok inkább mondjuk itt, ebben a stabil tartományban mozognának tovább. Csak hogy ebben a tartományban, ugye, hogyha többen vannak, akkor lelassulna a folyamat. Tehát ezért növelni kell, a feszültséget fel kell növelni. Ide, ha nő a feszültséget, kettes tartott pontig, a kettes pont túl, akkor már nem itt megy, hanem itt menne tovább. Tehát a hármas pontban, hármas sebességgel, csak a hármas sebesség az még túllő, tehát túl nagy a beállított sebességhez képest, ezért lelassult részrendszer, tehát itt, ide leülne a négyes pontra, vagy ennél alacsonyabb sebességre megy vissza, csak az egy alacsonyabb sebesség esetében, tehát megint nem tud itt maradni, inkább az egyes pontra megy, és tovább. Na, csak az a lényeg, hogy egy ilyen folyamat során tulajdonképpen ki lehet számítani, hogy bekövekezik egy delta sigma feszültség esés, hogyha a sebességet állítjuk be. Illetve mindjárt még beszélnék még arról is, hogy ha nem a sebességet állítjuk be, tehát egy mérés úgy állítjuk be, hogy az erőt, tehát beállítjuk, hogy az erő mindig valamikor a terelési sebességen nő, akkor ilyenkor van egy kényszer, hogy a feszültség nem esett le. Ebben az esetben pedig a rendszer az ingadozik nagyobb, illetve kisebb sebességek mellett. No, igen, tehát ez amiről már említettem, ezt az ábrát már megmutattam. Tehát a plasztikus instabilitás, ugye az kezdetben abból, tehát úgy tapasztalták, hogy a deformációs sebességet állítjuk, és hogy lehet a szigma feszültség esés bekövekezik, tehát a legtöbb munka az erre vonatkozik, hogy lehet a szigmának a feszültség esésnek a statisztikáját tanulmányozzák, de a folyamatot úgy is lehet tapasztalni, hogyha erővezérlése, tehát hogyha az erőt változtatjuk időfüggvényében valamikor a deformáció vagy erősebességgel. Ebben az esetben a deformáció az időfüggvényében például így ilyen lépcsősen megy, tehát mindig lassan deformálódik, aztán egyszer csak meghúzódik, lassan meghúzódik, tehát ugrál a deformációs sebesség. Egy tengelyű nyújtás esetében, tehát amikor ilyen nagy mintával dolgozunk, itt még mutatnám azt az esetet, hogy ezt a jelenséget, plasztikus instabilitást ott is tapasztaljuk. Bocsánat, van valami idő korlát?
Jó, köszönöm szépen. A plasztikus instabilitást még úgy is tapasztaljuk, hát ezt nagyon büszkén szeretném mondani, hogy mi a tanszékünkön mi tapasztaltuk először. Tehát a úgynevezett mélység érzékeny benyomódás mérésekben, tehát amikor a mintában egy ilyen hegyes, tehát az előbb már mutattam, amikor a mikropillárt összenyomjuk, akkor nem hegyes, hanem lapított, tehát egy ilyen hegyes általában lehet kup alakú, de általában piramis alakú nyomófejet szoktuk használni. Egy ilyen nyomófejet mondjuk valamilyen erősebességgel belenyomatjuk, és fölveszük a benyomódás függvényében, tehát a mélységet fölveszük, az erőt fölveszük egymásnak a függvényében rajzolva például. Általában ez a körben, normális esetben ez egy ilyen folytonos körbe. Csak azt tapasztaltuk, tehát nem ilyen anyagon, de ezt az anyagot már ismerve, tehát tudjuk, hogy ilyennek kell lennie. Csak ide mesélném, hogy ezt a berendezést, tehát 22 éve ezelőtt vettük akkor először a tanszékünk, tehát akkoriban az nagyon, hát mondanám, hogy szinte nagyon korszerű csúcs technikának számít, tehát amikor mértünk ilyen, tehát ilyen nem ezen az anyagon, hanem azt hiszem, hogy alumínium rész. Az alumínium rész az olyan, hogy a rész van benne, akkor a rész az nem tud teljes mértékben feloldódni az alumínium a szerkezetben, tehát amikor azt mondjuk, hogy nem teljesen szilárdat keletkezik, hanem részatomokat, az alumínium atomokat időfüggvényében képeznek ilyen kis kiválásokat, és attól is főkeményedik az anyag. Tehát ilyenkor azt mondjuk, hogy az anyag az önnemesedő, csak és nem is ezt akartam mondani, hanem az, hogy ha föltesszük ezt az anyagot mondjuk 400 fokra, tehát magas hőmérsékletre, akkor visszaoldódik az egész részmennyiség, leengedjük vízbe, úgy mondjuk, hogy lefagyasztjuk ezt az állapotot, és utána mérünk egy ilyen benyomódás körvét, akkor ilyen lépcsősen keletkezik. Tehát amikor a rész atomok megfelelő mennyiségben szilárdodatban, tehát atomokként maradnak jelen, de aztán azt hittük, hogy nem jól működik a berendezés, tehát még elején azt hittük, hogy baj van a elektronikájával. Tehát ugyanazon a mintán egy darabig mértünk, tapasztaltuk, utána, mit tudom én, 3-4 órával később semmit nem tapasztaltunk, sima görbe. Aztán kiderül, hogy ilyen jelenséget jelent, tehát ilyen plasztikus instabilitást, jelenséget tapasztaltuk. Csak hogy az alumínium rész anyagnak a mikroszerkezete megváltozik, és azért a plasztikus instabilitás azzal együtt is eltűnik. No, először mi publikáltunk, és akkor nagyjából meg lehet nézni a szakirodalomban, hogy van ez a kör a hivatkozás, akkor először mi ránk hivatkoztak először. No, csak visszatérve ide, tehát ebben az anyag esetében, amikor ilyen plasztikus instabilitást tapasztaljuk a ejtengelyi nyújtás során, akkor egy ilyen benyomódás során is ugyanezt tapasztaljuk. Hát itt például, tehát hogyha nem a FH, tehát az erő mélység, hanem a benyomódás mélységet nézzük, időfüggvényében akkor szinte, tehát ez a lépcsős rendszer. Tehát a nyomófej az érdekesen belemegy, belezuhant, megáll, zuhant, megáll, zuhant, megáll. Jó, és tehát ez is a plasztikus instabilitást jelenti, tehát erre vonatkozik. No, annyit szeretnék még itt megjegyezni, hogy ugye több módban tapasztaltuk ezt a folyamatot, csak szeretném itt hangsúlyozni, hogy ez a plasztikus instabilitás jelenség az nagyon robosztus valami. Tehát ha azt nézzük, hogy egy benyomódási
mérés során, tehát a benyomódási térfogat, tehát a nyomnak a méretét körülbelül ilyen 10-20 mikron. Tehát hogyha megnézzük, tehát fölülbecsüljük egy 50 szorozó 50 mikronos tartomány, akkor azt lehet mondani, hogy benyomódási térfogat, tehát a deformációs térfogat az ilyen 125 szorozó 10 a mínusz 6. milliméterben történik, tehát a nagyon finom mértékben, de egy nyújtás minta esetében, tehát egy ilyen 4 milliméteres átmérő, 30 milliméter hosszú mintát tekintve a deformált térfogat az 370 milliméter. Tehát e kettő között van egy ilyen egy milliós nagyságrend, tehát mind a kettőben kapjuk a jelenséget, és mégpedig, tehát erről nem beszélnék sokat, csak ugye megnéztük, hogy például ebben a mérésben milyen statisztikával lehet leírni a feszültség esést, ebben a mérésben milyen statisztikával lehet megmondani, hogy a deformációs sebesség az hogyan változik, illetve ebben a mérésben is, hogy milyen statisztikával lehet azt mondani, hogy nyomófagya hogyan mozog. Tehát ez a három statisztika tulajdonképpen a plasztikus instabilitás jelenségre vonatkozik, és ez a három statisztika az teljesen egybe cseng itten. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a benyomódás mérése például szintén lehet jól vizsgálhatni ezt a jelenséget. Még egy dolgot, hát ezzel kapcsolatban, hogy ez a statisztika, ez nagyon hasonlít a földrengésre vonatkozó statisztikát, tehát a földrengés esetében ugye van ez a Gutenberg-Richter törvény, ugye mi mindig azt mondjuk, hogy egy földrengés 3-as, 5-ös, 6-os fokozatú a skála, a Richter skálán, tehát egy ilyen skála az mindig egy 10-es faktort jelent a rengésnek a energiájában. Tehát nagyjából azt lehet tudni, hogy hát itt 3-as fokú, ez nincsen, a 4-es fokú, a 4-1, tehát nagyjából azt lehet látni, hogy körülbelül ahhoz, hogy egy 5-ös fokú fokozata az bekövekezett, egy 10 darab 4-es fokúnak kell lennie. Tehát nem kell lennie várhatóan. Tehát ahhoz, hogy egy 7-es fokú földrengés bekövekezett, azt hiszem, hogy hány, tehát 1000 darab 4-es fokú rengés az megelőzhette előtte. Tehát ezért is van az, hogy a 9-es fokú az nagyon ritkán, tehát azért az nagyon nagy. Tehát ezt a statisztikát skálafüggetlen eloszlásnak is szokták mondani. Tehát az események minden skálán történhetnek valamekkora valószínűséggel, tehát minél nagyobb a rengés, annál kisebb valószínűséggel, de bekövekezhet. Ugye a 10-es, 11-es fokúr azért nem tud kövekezni, már csak azért, mert a Földnek a méretétől függ. Tehát hogyha nagyobb bolygón lennénk, akkor még bekövekezhet. No. Ezek után akkor hát még egy utolsó sebességfüggő folyamatról szeretnék beszélni. Tehát ez a folyamat a ragasztó szalagok leválásának, letépődésének a dinamikájával kapcsolatos. Van itt egy pár darab ilyen, tehát ezt a három szalagot lehoztam ide, tehát szeretném itt hangsúlyozni az egyik TDK hallgatómnak a nevét, a Máté Mihály, azt hiszem, hogy most nálad van, nem? Máté Mihály, aki sokat foglalkozott ezzel, tehát együtt foglalkoztunk, de oroszlán részt az ő csinálta. Tehát ez a három szalaggal néztünk egy pár dolgot, ez a három szalag az itt van, most nem szeretnék most szalagokat húzogatni, mert az csak megy az idő, és általában ilyenkor az ember sose tudja azt megmutatni, amit szeretne, tehát a kísérleteket időnként meg kell előzni. Tehát. No, tehát alapkérdések, tehát már régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy
hogy miért kell lassan lehúzni a szemtakaró tapaszt, a sebtapaszt. Tehát lassan húzzuk le. És miért kell gyorsan letépni a szőrtelenítő gyantalapot? Tehát ezt. Mivel az első kérdés, amely van, akkor a sebességfüggő folyamatokról van szó, tehát ez is egy kérdés. Ugye? Tessék? Hogy fájjon. Nem. Tehát nem arról van szó, hogy fájjon vagy ne fájjon. Tehát mindjárt megnézzük, jó? Tehát nyilvánvaló a válasz, az első válasz, elsődleges válaszok a kívánt hatások miatt. Tehát egyik esetben, vagy másik esetben mit szeretnénk? Az első esetben ugye csak a szemtakarólapot szeretnénk lehúzni, szempörököt nem szeretnénk. Bár most nem tudom, mostanában a divatokat nézve lehet, hogy mégis van, aki lehúzza, és akkor már el van intézve a dolog. Na, akkor most ne, azt ne, jó? Tehát maradjon akkor a tiszta szem, tehát a szem... Ördög meg a szempilla, az maradjon épségben. A másik esetben pedig a szőrszálakkal szeretnénk lehúzni. Azért, tehát ott lassan lehúzva nem jönnek le. Hát, de nyilvánvaló ez a mindennapi válasz, ezt tudjuk. A másik az a mi is ennek az egésznek a fizika magyarázata. Tehát tulajdonképpen ezt szeretnénk megnézni, ugye, tehát úgy szisztematikusan csak úgy lehet megnézni, hogyha például az ember megnézi a ilyen rakasztó szalagokat. Akkor van még egy pár, tehát szintén gyakorlati tapasztalat, hogy az nagyjából az ember megfog egy ilyen rakasztó szalagot, lehúz, akkor lehet érezni, hogy a letépési sebesség és a letépéshez szükséges erő között, a V és a E között van összefüggés. Csak most az a kérdés, hogy mégis mi ez az összefüggés konkrétan, az hogy néz neki? A további tapasztalatok is vannak, tehát ezt tehát a szünetben, ha aki úgy gondolja, megnézheti, de nem tudom, hogy az ember gyakran használ ragasztószalagot, de hát általában, amikor kell, akkor lehúzok, és akkor használjuk. De otthon például, akármilyen, főleg ilyen átlátszó szalag esetében jobban lehet látni, hogy nagyon lassan húzzuk le. Ha lassan húzzuk le, akkor nagyon csendes a letépési folyamat. Tehát lehet látni, és stabilan tudjuk lehúzni. És, hogyha megnézitek, akkor a lehúzott felület az ilyen matos lesz. Tehát az... Jó, ez lényeges. Ha viszont gyorsan lehúzzuk, akkor zajosan jön le. Tehát az például az eléggé biztosan tudom megmutatni. Tehát gyorsan lehúzzuk, de hogy lassan lehúzzuk, akkor nem. No, tehát zajosan jön le, és mellette a lejött szalag felület az nagyon tiszta, hát most látszó tiszta marad. És van egy, tehát a középső tartományban, középső sebességtartományban lehúzva, ezt majd mindenki úgy gondolja, aki gondolja, akkor próbálja otthon, próbáljuk lehúzni. Valamikor a sebességet nagyon nehéz ezt megtartani, tehát egyszerűen szagatottan ön le. Gyorsan, lassan, tehát nem tudjuk lehúzni. És ebben a tartományban pedig csikkos lesz a szalag felület, tehát egyszer matos, egyszer meg átlátszóan jön le. No, tehát ilyen tapasztalatokkal, hogy neki estünk ilyen szisztematikus vizsgálatoknak, tehát háromfajta, tehát próbáltuk megnézni azt, hogy a boltban milyen fajta szalag van, azt elhoztuk. Aztán tehát nem minden mérésről fogok beszélni, csak tehát a méréseket ilyen hőmérséklet tartományban is elvégeztünk. Aztán az anyag vizsgálógéppel befogva, állandó sebességet beállítva, állandó sebességet húzva fölveszük, mérjük az erőt, illetve
van, amikor állandó terrelés ráraktunk, tehát állandó erővel van húzva, és megnézzük, megmértük a letépődési folyamatnak a sebességét. Tehát ezeket meg, hát itt ugyanis akkor utána pedig az F-fél, tehát az erősebesség összefüggéseket próbáltuk elemezni. Tehát a háromszalag esetében tehát széles letépési sebességtartományban is lehet látni. No, tehát ilyen görbéket láttunk. Most menjünk sorban, azt mondja, hogy az elsőt, tehát a kisebb sebességeknél, tehát amikor úgy nagyjából az van, hogy egy milliméter per szekundum sebességnél, kisebb sebesség esetében azt lehet tapasztalni, hogy a letépéshez szükséges erő az a sebességnek egy hatványával változik, tehát ezek az adatok, tehát itt log-log áplázolásban nagyon jól lehet látni. Tehát ebben a tartományban nagyon erősen függ az erő a sebességtől, és tehát a korábbi, tehát a tapasztalatokkal együtt, ugye, hogy lejön csöndesen, illetve buborékok keletkeznek, tehát mattos a felület, ebből arra lehet következtetni, hogy ebben a tartományban a töltőanyag, az a ragacsos anyag viszkózusan folyik le, tehát a leválási folyamat úgy megy, hogy a töltőanyag viszkózusan folyik le, folyik, és úgy hagyja el a tekercset. Tehát mindig, hogy a végén, amikor lefolyik, amikor elhagyja a tekercset, azt meg kell nézni, hogy a tekercsre, tehát egy külső felület, ott semmi sem maradt, tehát az egész ragacsos anyag, az lejön. Amikor lejön, akkor apró levegői buborékokat zár be, és ezért keletkeznek ez a matos felület. És itt nagyon lényeges, hogy azt lehet látni, hogy nagyon lassú letépéshez szükséges erő, az nagyon kicsi. Tehát le tudjuk húzni nagyon kis erővel, csak ilyenkor lassan húzzuk le. A nagy sebesség esetében, tehát valami nagyobb, tehát 5 mm per szekundum sebességnél nagyobb a sebesség esetében viszonylag a nagy erő szükséges, és hát itt, tehát ennél a kettő szalagnál, tehát a sárga meg a barnánál, ez a fehér meg a barna, ott egy kicsit enyhén azért függ a sebességtől. De ebben a tartományban szintén a lehúzási tapasztalatokkal együtt, tehát hogy zajosan ön le, meg az átlátszó teljesen a lehúzott felület, az arra lehet következtetni, hogy ebben a tartományban a töltőanyag, az a ragacsos anyag, a szilárd testekre jellemzően ridegen válik le a tekercsről. Tehát mintha egybe tapadva lejön az egész, tehát nem folyik le. Itt csak nagyjából az, ez, hogy miért lehet ez a rideg leválás, úgy nagyjából próbálom itt érzékeltetni, hogy van ez a Newton-féle belső sulódási törvényt, tehát csak röviden annyit, hogyha van egy viszkózus áramlás, hogyha áramlás irányába, vagy a áramlás irányára merőleges irányban a rétegek nem azonos sebességgel áramlik, akkor azt mondjuk, hogy van egy sebességgradiens az áramlásban. A sebességgradiens miatt, tehát a rétegek nem azonos sebességet áramolnak, ezért föllép egy belső erő. Föllép egy belső erő, tehát ez a belső erő, az erősen függ a delta V per delta epsilon, tehát az a sebességgradiens. A mi esetünkben például azt nagyon gyorsan lehet becsülni, hogyha a töltőanyagnak a vastagsága, azt megnéztük, körülbelül 50 mikron. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy itt lehúzzuk a szalagot, tehát a külső réteg az mondjuk itt ezzel sebességgel 5 mm per szekundum sebességgel ül le, a belső réteg pedig nulla sebességgel, akkor a delta V az megvan, a delta epsilon is megvan, ebből kijön egy ilyen 100, delta V per delta epsilon, ez a sebességgradiens, az 100 I per szekundum, ez nagyon nagy érték egyébként, tehát nagy érték, ami miatt nagy szúlódási erő lép föl, ez a szúlódási erő egyszerűen megtartja az egész a töltőanyagot, és egybe ül le ez a
folyamat, aztán a közbűső sebességek esetében ugyan megint ismerjük a folyamatot, tehát szavatottan megy, a csíkos, a lehúzott felület, tehát ebben a tartományban arra lehet következtetni, hogy ebben a tartományban a töltőanyag az váltakozva, viszkozus folyással vagy ridegen válik le a tekercsről. Tehát tulajdonképpen két folyamat között váltogatva úgy jön le. No, hát ezt most megugrom, tehát inkább szeretném ezt megmutatni. Tulajdonképpen ugye ezeket az alap folyamatokat láttuk. Van a viszkozus lefolyás, meg van a rideg leválás. Azt próbáltuk megcsinálni, hogy lehet-e az összes, tehát ezeket a leválási folyamatokat egységesen leírni, illetve az instabilitási szakasz, tehát az a közbűső szakasz, valahogy értelmezni. Tehát volt egy egyszerű modell, mondom még egyszer, hogy a Máté Mihály TDK hallgatom, ez ebben oroszlán részt vállalt. Nagyjából a modell az úgy megy, hogy feltételezzük, hogy a viszkozus, tehát töltőanyag leválása az meghatározott térrészben történik. Tehát itt nagyjából itt el lehet képzelni, hogy itt van tekercs, itt van a töltőréteg, és a szalag itt jön le. Jó, a szalag jön le, ebben a térrészben történik a leválás, de az a lényeg, hogy ez, tehát ugye, amikor lehúzódik, leválik, akkor ebben a tartományban a különböző részében más és más sebességgel jöhet le, tehát válik le. És ezért ezt az egész tartományt különböző tartományokra oszthatjuk föl. Van ez a piros tartomány, ebben a tartományban, tehát itt még nagyobb sebessége jön le, nagyobb sebesség, tehát a gradiens lép föl, azt feltételezzük, hogy ebben rideg leválása jön le, mégpedig egy F úgynevezett rugalmas, tehát rugalmas testekre jellemző erővel jön le, meg van ez a másik, az zöld színű tartomány, az a viszkozus folyással jön le, tehát F pedig FV, mint a viszkozus erővel jön le. Nyilvánvaló csak feltételezés, hogy ez a kettő alap mechanizmus lehet, nem biztos, hogy mind a kettő megvan. No, csak gyorsan mennék le, tehát a párhuzamos kapcsolás miatt a kísérletileg mérhető F erő, az ennek a kettő erőnek a eredőjével, tehát az összegével lesz egyenlő. Itt az a lényeg, tehát a modellünkben azt tételeztük, hogy ez az ebró, tehát a rugalmas erő, az egy állandó mennyiség szorozva egy pérú, tehát mindjárt mondom, hogy mi az a pérú, és a FV pedig egy másik állandó szorozva V az n-edik hatványával, tehát ugye emlékeztek arra, hogy egy kis, tehát viszkozós folyás során az nagyon függ a sebességtől, és van egy PV mennyiség, a pérók és VV, tehát itt mennék. Ez a két valószínűségi paraméter, tehát nagyjából arról van szó, hogy feltételezzük ez a két alapmechanizmust, de itt arról van szó, hogy ez a kettő alapmechanizmus valamilyen valószínűséggel következik be. Tehát az a PV, ami 1 mínusz exponenciális mínusz V0 per V, ez a V0 egy állandó mennyiség, a viszkozus folyásnak a bekövetkezési valószínűséggel, illetve a PRU, tehát amikor rugalmasan vagy rideg leválása jön le, ennek a bekövetkezésének a valószínűsége az a itt exponenciális mínusz V0 per V, tehát ennek a kettőnek összege az mindig egy. Tehát azt mondjuk, hogy a V, tehát hogyha V sebességet hozzuk le, akkor mind a kettőnek a valószínűsége az nem nulla, de mindig attól függően, hogy melyik esetben mekkora valószínűséggel bekövetkezhet egy folyamat, azt a folyamatot elsősorban érzékeljük. Tehát itt van egy becslés, tehát ugye itt látjuk ezt a két alap valószínűség, tehát hogy melyik alap
folyamat, mekkora valószínűsége megy le, vagy történik. Tehát volt egy külön még egy számolás, tehát amiből kijön, hogy ez a V0 körülbelül 2,9 mm per szekundum. Ha az ember megnézi a kisebességtartományban, amikor ez a V, tehát például a V egyenlő 0,5 mm per szekundum esetében, ha beírjuk ide, akkor ez a PV az 0,84. Tehát ami azt mondja, hogy annak a valószínűsége, tehát a 84%-os valószínűséggel majd végbe a viszkozós folyás. Ezért inkább itt csak a viszkozós folyást, folyamatot látjuk. Igen, ebben a folyamatban például akkor az egész deformációs tartománya az zöldel. Tehát nagyjából nyilván valaki is van egy kis vörös, de hát az nem, most nincs itt. No, következő, tehát a nagy sebességtartományban V egyenlő 10 mm per szekundum sebesség esetén, ha beírjuk ide, akkor ez a, tehát a leválás, a rideg leválásnak a valószínűsége az 97%-os, tehát itt főleg rideg leválással megy, és hogy tehát ebben az esetben az egész megy így, ugye, és van még majdnem utolsó fólia már, hogy a V egyenlő 2 mm per szekundum esetén, tehát amikor kísérletben azt látjuk, hogy instabilan megy, akkor ebben a tartományban a két alapfolyamatnak a beköbekezésének a valószínűsége ez majdnem egyenlő. Tehát 50-50%, de még ha 40-60%, akkor is azt mondjuk, hogy összemérhető ez a két mennyiség. Emiatt mind a két folyamat bekövekezhet a letépülés során, és ebből lett a instabilitás tulajdonképpen. Tehát még összefoglalva tulajdonképpen csak gyorsan, akkor megnézzük a fizikai magyarázatokat, a alapkérdésekre, hogy miért kell lassan lehúzni a szemtakaró tapaszt, tehát, illetve miért kell gyorsan letépni a szőtelenítő gyantal lapot. Tehát a válasz az első esetben viszkozós folyással deformáljuk az egészet, és ilyenkor csak kis erő szükséges a folyamathoz, a másik esetben pedig rideg leválással jön le a gyantalap, és azért nagy erő kell ahhoz, hogy a szőrszálakat lehúzzuk. Tehát nagyjából azt hiszem, hogy befejeztem. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ezt a kicsit elhúzódott, azt hiszem, és még ezt szeretném felrakni, tehát a köszönetet szeretnék nyilvánítani több a munkatársamnak és a volt TDK hallgatóimnak, illetve a anyafizika tanszék minden dolgozójának, ennek a anyagtudományi kiválósági program, meg a magyar-orosz tét pályázatnak. Hát még egyszer köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.